Földkupacok, építkezéshez szükséges eszközök jelzik, hogy a Bonyhádi Általános Iskola udvarán egy beruházás vette kezdetét. Andorka Gábor, a Bonyhádi Evangélikus Gimnázium kollégium, valamint általános iskola igazgatója azt mondja, az új pályára nagy szükségük van az itt tanulóknak és a sportolni vágyó diákoknak. A kézilabda a gimnáziumban és az általános iskolában is mindig egy fontos sportág volt, szívünkhez nagyon közel álló. De hát nem csak a kézilabdázni vágyó és szerető gyerekek, hanem az ide járó több mint 550 kis lurkó is örömmel fogja majd birtokba venni a pályát, reményeink szerint. Kelsák Tamás, az iskola testnevelő tanára és a Bonyhádi Önkormányzat Humán Bizottságának elnöke elmondta, 40 éves a pálya, bár jó néhányszor újra aszfaltozták az elmúlt évtizedekben, ráfért már a területre a felújítás. Úgy fogalmazott, ennek a pályának a felújítása beleillik a városban folyó vagy már megvalósult beruházások sorába. Ez köszönhető a városvezetésnek és a kormánynak, amely kiemelten kezeli a sportot. Belegondolunk, hogy hogy néz ki jelenleg a gimnáziumnak az udvara és a atlétikai centrum, majd ezt követte a uszodánknak a teljes körű felújítása. Pár évvel ezelőtt adtuk át a sportcentrumunkat, és még hivatalosan nem is tudtuk átadni a veszélyhelyzete való tekintettel a lenti városi sportpályát. Az iskola vezetése ígéretet kapott, hogy hamarosan forrás érkezik a strandkézilabda pálya kialakítására is.